Na sziasztok! Csoki GTA vagyok. Szállítás még nincs itt sajnos, de remélem mindjárt jön. Ma megveszünk egy kocsit. Méghozzá egy szar MV-t. Remélem nem most rabolnak ki. Menj be anyjába. Na, megveszünk egy BMW-t, ma azért az elég olcsó a játékba. Élőben soha nem mennék, azt hozzáteszem, de a játékba csak nem romlik el. Élőben? Csak a japán, ugye? Real life. For japán forever. Sunnyt meglepjük ezzel a BMW-vel. Akarom egy fos BMW-vel. Ezt a fost megvesszük. Mármint nem fos, viccelek. Jó kis autó ez. Na, hogy kell? E? Ugye? Yeah. Nem ment el. Megvévet a flütyi. Amúgy ez jó néz ki. Mindjárt kihúzadjuk el, mert nem lassú. Hát ez jó nagy fos amúgy. Hát ez ilyen lassú ez a kocsi, hát. Ó, bazna. Hát mindegy jobb, mint a Renault Fingo. De figyeljetek, elmegyünk a szerelő telepre. Telepre. Oda teljek félek, vagy figyeljétek meg. Remélem vannak itt. Hol a bejáratja itt? Lófasz nincs itt, nem vagy ember.
Hát teszünk rá amúgy egy színt, mert ez a szürke amúgy adja, de nem az igazi. Na, nem soká jönnek. Addig beszállunk a vagány kocsinkba. Mármint, hát jó, vagány. Nevezzük vagánynak. Fényezés. 2000 forint a fényezés. Mármint 7000 euró, azt hiszem, hogy euró van, ugye? Nem, itt dollár van, jó. 2000 dollár. Mi van, Katrin, nézd, ez milyen kocsi? Ha mi más? Csak a BMW, akarom mondani a japán. Noteo, ha nézel téged, szeretet van vágva, a te kocsid jó. Meg ez is jó, ami a játékban. Tudod miért, tesó? Mert nem romlik el. Elnézést. Nem sokkal jön a szerelő, azt írták, szóval itt várakozunk, mint a buzik. Menj egy full tuning, bazd meg, amúgy erre. Azt mondja, hogy... 6... 109.000 dollár, aha. Ötszörös a kocsi ára legalább. Gyertek már, more. Jó napot! Jó napot, miben segíthetek? Jó napot, erre a fostalicskára szeretnék valami szép színt. Na, nézzük is. Valami... Milyenben gondolkozott? Hát egy kék, valami világos kék, nézzük. Vagy sötét kék. Oké, mutatom a kínálatot. Köszönöm. Fostalicskára. Ez jó. Ez legyen? Aha, szerintem jó is, igen. Jó, rendben. Jó, és akkor kiállítanám ennek a számát, egy 850 dolláros lesz mindössze. Rendben, köszönöm. Ja, majdnem elfelejtettem, Dudát miért lehet rátenni? Nem tudom, azt hiszem, ha jól tudom, az... Mutatom őket. 1000 dollár, ha jól tudom. Mindjárt mondom az árat. Oké. 100 dollár. Nem, 190. 190. Nézzük őket? 190 dollár? Pontosan. Nézhetjük, igen. Ezek elvileg különbözőek. Aha. És ilyen szólam, vagy zene, vagy valami ilyesmi? Na ez érdekes. Bugolnál, mert én csak egy dudát hallom. Na hát akkor úgy tűnik, sajnos dudát nem tudunk rajta állítani önnek. Jó, semmi gond, nem baj.
Jó, akkor csak a festés lesz. Köszönöm. Átlátom. Tessék, uram. Én is kaptam. De rárakok még egy tisztítást is. Jó, köszönöm. Na, akkor a szín megvan. Hát szerintem jó ez a szín, figyelj. Majd, ha nem, akkor majd... És Jergen? Lehet, hogy... igen, most vettem nemrég. Hát az első kocsi az egy Renault Twingo volt, de hát nem az igazi. Hát azért ez végiscsak egy nagyobb ugrás. Igen, nem vagyok annyira BMW párti, de jobb, mint a semmi. Majd meglátjuk. Na, így igaz. Mennyi is volt ez? 17 ezer. Nagy ér, teljesen bírta. Igen. Hát azért... Kár, hogy sajnos ezen a típuson nem tudunk sok mindent változtatni. Aha, hát nem baj, annyira nem baj. A következőnek azt javasolnám, ami ott van a sarokba. Aha, igen. Japán párti vagyok, szóval adom. Igen, igen, az a győhozer. Imádom azt a kocsit amúgy, igen. Hát akkor reméljük, hogy arra beléred ezt az összeget. Ja, meg lesz, hát dolgozok, mint a güző, szóval igen, remélem. Jó, köszönöm szépen, akkor aztán további szép napot. További szép napot önnek is. Köszönöm, viszlát. Viszlát. Na, kocsi kész. Na, hova menjünk, gyerekek? Ja, megyünk dolgozni. Medence tisztítók vagyunk. Azt még úgyse tudjátok, hogy milyen, mert előző videóban a halászt mutattuk be Száni testvérrel. De most megmutatom a medence tisztítót. Lehet váltani? Na, jó. Van benne index, gyerekek. Jó, nem szidom kocsit, na nyugi. Tudom, is a kocsikkal van amúgy a baj. Na, jó, azokkal is, mert tényleg szervizigényesek. Meg akkor így, ha nincsen rá példa, akkor ne vegy ilyen kocsit. Hát nem is az. Vennék én ilyen kocsit, tudnék is venni, leszarnám, de... Na, mivel szervizigényesek, én nem szeretek autóra költeni. Mármint úgy alap dolgokat, mint olaj, meg kopóalkatrészek, persze szeretek. Hát bárcsak még csak az lenne a probléma, hogy csak a kopóalkatrészek koprak az ilyen autókba, de sajnos nem. Na mindegy, nem akarok kitérni, nem akarok szítani senkit. Szóval a legjobban a tulajokkal van a probléma, hogy nem teszik ki az indexet. Mostani autókba bazeg extraként kell kérni az indexet, vagy most kajak miért kell, hogy nem teszitek ki az indexet? Most ezt kajak kérdezem, aki nézi a videót és nem teszi ki az indexet menet közben, se körforgalomnál, se főútról letérésről, sehol vágod, ahol bekagyarodsz valahova, mi van, buzi, index nincsen, de most kajak kérdezem, baszod. Na mindegy, toppa, amúgy nem is erre kell jönni. Belemennek a picsájukba mostani BMW-sek, meg minden bazd, meg bazd ki. Azt hiszed kemény, hogy mert ilyen autód van, amúgy szerintem marhára nem. Hoppa. Rossz irány. Szóval, na, még ez a BMW amúgy jól néz ki, esküszöm. A többi új annyira nem is tetszik, mert minek? Nem vagyok nagy BMW-s, már elmondtam. Hú, várjál, mert tökéletlen a... Nem hagyom itt a kocsit, mert elbugol a faszomba. Beteszem a garázsba. Szóval inkább tényleg, én inkább japán párti vagyok, mert ott hallod... legelső kocsim egy kis Suzuki volt, egy Wagoner, hallod, 6 évig hozzá se kellett nyúlni. Olajcsere, fékbetét cseréltem, fékbetétet cseréltünk. Más nagyon nem is, meg két gömbcsuklót már elkezdett kopogni ezeken a szép magyar utakon, ugye. De amúgy motorikusan semmi baja nem volt a 6 év alatt, öcsém, 6 év alatt nem volt semmi baja, és úgy, hogy beletettem majdnem 100 000 kilométert. Húrva sokat mentem amúgy az a kocsival.
csak én hülye eladtam. Fapados volt, mindegy. Na mindegy, most is egy Hondám van, jó az. Semmi baj, nincs. Japán, Japán, ennyi. Tudom, Japánnak is jönnek elő dolgok, néha-néha rohad meg ilyenek. Hát oda kell figyelni, persze. Hál' Istennek az enyém le van alvázva időzve, szóval ilyen probléma annyira nem fenyeget. Szóval most nem szülök én is egy autós se. Csak persze, más automárkában is van olyan, aki nem tartja be a szabályokat. De arról inkább ne is beszéljünk, mert néha úgy felidegel magamat rajtuk. Még most nem a VMV-sek úgy normálisak, tényleg. Lehet a vírus teszi, vagy nem tudom, de... Ja. Mindegy, egy lényeg. Ha én 28 évesen tudom, hogy mi az a kressz, akkor légy szíves, te is tudjad és tartsd be. Mert franc ki van, hogy állna rá kell dudálni valakire, mert vagy nem teszi ki az indexet, vagy üzé bassza az anyját, azt még neki áll feljebb, bár bocsánat, hogy így beszélek. De kajak basszus. Kiégek néha egy-két emberen, hogy mit csinál a volán mögött. Mintha nem lenne jogsia. Bár ki tudja, hogy van-e. Jó, aláírom, nem minden autós, nem minden ember. Tisztelet a kivételnek. Aki nem inge, ne vegye magára ennyi, szóval, na. Nem uszítok itt senkit, sehova. Szállításról jöhetne. Na, mindjárt ott vagyok ott a P betű a minimapon. Ott van ugye a munkabázis, felvesszük. Aztán nyomjuk tovább. Na, szexi ruha, ez a medencetisztítónak a öltözéke, jó mi? Kikérünk egy autót, ami ez. Aztán megyünk. Este megyünk medencét tisztítani, jó az. Most mondhatjátok, hogy RP-szervek és átmegyek a piros lámpán, meg ilyenek, meg én se teszek indexet, de ez kérem szépen még mindig egy játék. Tudom, hogy roleplay és úgy kell viselkedni, mint élőben, de na, azért mindenek van határa. Meg szerintem a... Szerintem most mindenki tenne az indexet, ha nincs forgalom. Jó, most nem azért mondom, élőben ki kell tenni mindenféleképpen, még ha nincs egy autós, akkor is én mindig kiteszem, mindenhol. Na most a játék, ez játék, szóval itt most minek tegyem ki? De kiteszem én, azon nem újjon. Hát ez a kocsi nem a leggyorsabb, de legalább halad valamennyire. Na, itt az első helyszínünk. Na, ez most még ugol le, jó? Opa, nem erre. Nem erre, hanem arra. Na, és akkor ott is van a medencénk, azt ki kell tisztítani. Nyomunk egy ilyet, aztán elvileg ez a medence tisztítás. Jó mi? Hát ja, lehetne elfésebb is, de jó ez így, because. Belesöpöljük a koszt a medencébe. Nem?
Na. Hát, most amíg nem akartam beleugrani, de hát mindegy. Na. Első medence kész is. Nézzük a mapon a következőt. Ó, hát az meg itt van pont. Wow, na ezt szeretem, mikor közelre adja a checkpointokat. És akkor itt van az első számlánk. Ezt le kell adni majd ott, onnan a kocsit hoztuk. És akkor úgy kapjuk a pénzt. Hoppá, bocsánat. Na. Itt a második cél. A célom az, hogy jót tegyek. Hogy nyalnád meg. Na, kész is van a másik checkpointunk. Következő. Hát ez nem lesz közel. Hát, szóval ér. Ketrin, Ketrin, kis baba. Kéne bérelni egy házat is. Valahol itt errefele ezen a környéken. Nem tudom, ez a medence tisztít amúgy jól fizet. Legjobban a halász fizet, de... Most ezt próbáljuk ki. Hapci, hapci. Jó a mese.
Amúgy ez a BMW-s autó sztori, az a én saját véleményem, szóval gondolom mindenkinek meg lehet a saját véleménye. Nekem is megvan. Csak akartam szólni, mert valaki elkezd basztatni miatta. Most kaja? Na bazd meg. Kilenc óra. Fanny azt mondta, 8 óra jön. Hát, ja. Két mérföldnyire van, marha jó. Nyugton, Neptun. Ahhoz képest mondjuk, hogy $1000 a fényezés. 850-nél megcsinálta a csávó. Jó fej volt, esküszöm. Na, itt a következő címünk. És ma van 3. Csekkünk, hogy mi az Isten, nem csekk, hanem számla. Azt leadjuk, kapjuk a pénzt. Ez azért jó, hogy ide adja a számlákat a inventory-ba, mert kikessel a játék, vagy akármi, visszalépünk és megmarad, akármikor le tudjuk adni, akkor is. Szóval nem az, hogy visszajönünk, aztán szóval elveszett a munkánk. Na, ez is megvolt. Nem?
Na nem is kell menni messzire. Faszé kell ilyeneket mondani, he. Belerúg a vízbe a labdát. Bele is ment kajakról. Mi a labda nálunk így van? Na, let's go, boy. Sunny, 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 gyere már, baszod! Mi ez a büdös? Fúj! Papa malac. Jó idő van az alsó nadrágba. Jót hegek dőltünk. Huncut. E vagy. Hát jó, szóval ilyen a medence tisztító meló. Ide oda kell szaladgálni és csá. Valamikor mondjuk beadja, rohadt messzire is bead checkpointot. Paletto B meg. Sandy Shores. De hál' Istennek nem mindig.
Én sem. Én nem félek. Én se. Én se. Én se. Nem félek. Nem félek. Hát én nem félek pedig. Hát én nem félek, bibibi. Mi van veled? Nem félek. Nem félek. Nem félek. Nem félek. Nem, mit csináltam? Csak ne bántsál, jó? Kérlek. Nem. Lelki ijedges, kérlek. Áááá. Au. Na itt nem voltam még tisztítani soha. Fél lábam a mentes harkán. Ú, mindjárt ilyen halok. Mi a? Elájultam félig, mi van? Tettem. Na. Visszahozzuk a számlákat, leadjuk. Azt leadjuk a kocsit is egy pillanat, ha már. Kell a másik. Úgy. Sőt, nem is kell, nem mindegy. Na és akkor ugye. Ott nálunk jó pár számla. Hűha, remény. 2300 dollárt összeszedtünk ezzel a pár fuvarral. Levesszük a bankba a penzót. Na. Menő.
De bacott támos vagyok amúgy. Hoppá, és túlmentek a lovak, a lóerők, elszálltak. Bocsánat. A fasz csinál száján el. Láttam, Catherine. Rágod a körben.
Köszön. Jót hegedültünk. Sunny megjött. Csókolom. Ciao. Mit akartam tőle kérdezni? Csátessa, Mizu! Nem semmi, a 8:30 körül hazaértem, az gyorsan összeütöttem a kaját. Hoppá, hova a faszba nyom mennyire? Beindítottam olyan 9 körül a izét, a Steamet, meg az izét. De a fájlom az Istennek nem akar működni, hallod? A Steam az megy, a Discord az megy. Fájlom meg baszik beindul. Illetve beindul, de nem tudok, hogy van egyszer óra sem látod. Terüvelököt, unatkozó köcsög, terüvelököt, kurva anyjukat, akik dédoszolják. Hát nekem megy, tese, én fönn vagyok a... ...izén a... ...New Life-on. Aha. Nem tudom, mi a pöcs lehet, de nálam mükszik, legalábbis kb. Egy... 52 perce jöttem föl. És nálam semmi gond, se lag, semmi. Aha. Nálam beindul, de aztán mintha behalt volna, tehát se a BSRP-re, se a VLS-terókra, se a New Life-ra, se a HRT-re nem tudok fölmenni, ott a... Gép újraindítás? Már megvolt az itt. Picsába. Hát akkor tesó, holnap megyek át, azt fölrakom neked a... Ja, semmi. Amúgy te sajó idő van a gatyára? Micsoda? Mármint jó idő volt ma? Jaja. Ennyi tesszön, itt is. Amúgy ma videóztál volna? Videózok most is, tesó. Ja. És ez hova vízben? RP-zel valakivel, vagy? Á, nem, egyedül RP-zek. Egyet csinálod a melót? Ja, váltalak téged aztán, ja. De jó lenne megnézni a házat is, le-RP-zni faszán. Most melyiket béreljük ki. Azt béreljük, amiről csináltál screen-t nekem, amit... Ja, az kéne csak induljon be nálad valahogy. Ja, majd még próbálgatom. Holnap úgy csak kell melódni, hogy pont leszárom, hogy hol fektet. Ja, ennyi. Mi ma melóztál? Ma még igen, ja. De aztán ugyanúgy, hogy te is holnaptól hétfőig vagy keddig lesz. Na, mi ez a fütyülés, tes alól? Hát most kínomban nézek valami livestreamot, ezért. Na bazdnak, hogy messze ki. Azt hittem már felszedtél az út közben valami fütyülős nőt. Ugorjál már azt a nagy hülye fejedet, hogy nyaldossam szana szét azt a nagy fejedet. Most miért nem ugrik ki, baszod? Hát most körbe menjek, mint egy idiót, a kis... Majdnem mondtam, hogy csúnyát, de igen. Ja, mármint, hogy ehe. Nem lehet szétvenni ezt a fába. Kűve ennyi, a kapost rálat rúgjuk fel. Au! Szőrös nagy, ja sem, pönö. Nem tudom, miért nem ide hozott az a... Ezért az oda be. GPS is már van hűlve néhegenyó. Császepi, tesó. Jó, te... Elnézést csak. Hát jó is a fogyasztás, tesó. Hát jó is a fogyasztás, tesó, hülye vagy? Hát... Honda haver. Hát jó is a fogyasztás, tesó, hülye vagy? Hát... Honda haver.
De azért közt, hogy szóltál benzinről, te se király vagy, azért te is büszke vagyok rád, he. Hallottál sem most ezen azon tornin gondolkoztam, hogy a mostani gépeden akkor elfutna hogy hívják azt a játékot? Tick, bazzag, nézd, hogy elfelejtettem a nevét, hát baszod. Ja, amit mondtam, hogy hasonlít a Cségó. Nem. Amúgy néztem arról videót, a Jani játszott, megnéztem félig meddig azt a videót. Hát igazából jónak jó, de... Na, mindegy, lényegtelen, majd... Ha nem lesz bugos, meg ilyen, akkor kipróbálhatjuk, ha ingyenes. Most még csak nyílt bétája van, tehát még ja. nincs teljesen kihoz. Na amúgy a Division, hogy ez most elfutna a gépeden? A Division az simán fut, már játszottam is vele. Jakajak? Ja, fan. Jó, majd néha-néha játszhatunk azzal is. Most már nem baszódik el a képen, nem mondom, hogy ilyen fehérben, meg ilyen fasz. Nyisd már te zabbakod. Nyelj, nem állj, de te pólóban ez meg fúj, de... Na, szóval akkor olyan néha játszunk vele, ha úgy van. Jó van. Akartam kérdezni amúgy tesók, te kemény vagy? Benne vagy a videómba genyó, mert videózok közben, lol. Mármint nem úgy vagy benne, csak én neked pofázok videó alatt. Most hol kell megállni? Így, bazd meg 3 mérföldre felni, hát köszi, azt kihagyjuk most. Elmegyünk, leadjuk a munkát. Hál' Istennek. Így, bazd meg, nem megyünk olyan messzél most. Milyen vid itt, tesa?
Ja, Morgan, te még gyorgozol? Az igen, utolsónak nem engednek haza, jóval előbb. Állj, ember! Anyád volt ez alag, gyerek, fullos gépen elaggoljál már, mert arcon taligázlak. Nekem igen. Mi a fasz csinálok, geci? De hülye vagyok, nem ezt akartam, hát normálitlan legyél már. De hülye vagy, András. Okay. Na, azért dolgát megint összehoztunk, nyaldassam szana szét a... tudod miteket. Ja, nem ide amúgy én, fúj, nem úgy értem. Azért nehogy ide, hány köcsög. Na, mi a pályaszállításodik az? Hát semmi, még mindig nem akart beindulni az ön. Permi megüti magát, áll. Beindulni beindul, mert bejönnek a terrorista, bejön a terrorista, csak nem tudok fölmenni. Uh-huh. What the fuck? Hát akkor gyere direkt connected, esa. Azzal sem megy. Hát mi a pöcs? Steam tuti fut. Akkor tudja a loafing. Kodjál meg. Na van, gyerekek. Ennyi volt a mese vége, meg a közsét. Hát akkor Sunnyval most nem elfélzünk, majd talán holnap. Már Windows 7 telt volna szerintem. Hát nem hallgat rám, szegény sajnos. Még újra tenném neki úgy a Windows 10-et. Windows 7 az már elavult fostacska szar. Nesze rohadt paradicsomok. Szóval, jó van. Na mindegy, köszönöm, hogy néztetek. Csoki GTA voltam. Majd nyomatjuk tovább a harmadik része. Ez volt a medence tisztító. Meló. Hát ennyi igazából. Sziasztok.